Üdv mindenkinek, ismét Scuderia vagyok, és ismét a Rustból jelentkezem, folytatom a nagy váramnak az építkezését. Majd meg kell erősítenem itt a dolgokat, mert a stabilitás az már egy kicsit már kezd eldurvulni, ez a 20-valahányos, ez nem túl izmos. Viszont... ja, itt ezt be lehet fedni, ezt meg is teszem. Ilyen kis háromszögekkel, megint kezd lefele nyugodni a nap, ami nem túl jó hír nekem, mert rövid időn belül nem fog látni semmit, meg ezáltal ti se túl sokat. Jó, hát itt ezen a részen igazából most azon gondolkodok, hogy lehetne ebből helységet kreálni a legjobban, meg hogy megerősíteni egy kicsit a dolgokat. De talán úgy lesz a legjobb helység belőle, ha itt lezárom. Itt. Ide kap egy ilyet, ide meg egy ilyet. Ja, ez így jó. És meg is fordítom őket. Belül legyen a szép fala, és akkor mehet kőből ez is, és akkor így már aztán elvileg kap egy kis merevítést, le is megyek az alatta lévő szintre kíváncsiságból, itt mit csináltam. Olyan hasonló helyzete, hasonlóan jártam el, de itt is megteszem ezt, hogy a merevítés az végig menjen ezen a részen. Hát igazából csak itt tudom megtenni. Mindjárt rájövök, hogy hogyan. Ja, így. Ezt itt le is falazzuk ügyesen. Jó, hát itt viszont olyan túl sokat nem tudok az ügy érdekében, tehát nem tudom, hogyha itt mennyi a hely mászkáláshoz. Ide rakok egy oszlopot, ezt kipróbálom, ez lehet, hogy kapufa. Ha ide berakok egy ilyen merevítőt, akkor itt ja, még átférek, jó, hát akkor jó. Megnézzük, megcsináljuk kőből, és megnézzük, hogy átférünk-e. Ah, át, akkor nincs gond. Jó lesz ez. Jó, ezáltal viszont merev lett, mert egy ilyen áthidalós megoldás, ez szinte olyan, mintha leraktam volna egy falat neki. Oké, ez így rendben van, megyek följebb. Ja, itt esetleg még lehet merevíteni a dolgokat. Nem tudom, hogy ide beenged-e rakni még egy ilyet. És engedi. Szuper. Muszáj ezeket megtenni, hogy jó erős legyen a házikó. Itt hátul, hát nem tudom, itt mi lesz, lehet, hogy itt lesz egy ajtó, itt egy helység, ki tudja. Ezeket még nem fedem le teljesen. Jó, ebből meg lett egy tök jó tároló helység megint csak. Menjünk egyel följebb, sőt még nem megyünk följebb, hanem ide berakjuk a kis oszlopos cuccunkat. Jó, itt mi a helyzet? Ez egy lépcsőház. És mivel lépcsőházról van szó, ide mind mehet ez a cucc. Ja, ide is, meg ide is. És meg is erősítjük őket. Kőből mindegyiket, hogy titeket is. Jó. Most már tényleg megint nem látni sokat. Itt nincs ilyen lyuk, nem esek le. Oké. Okay. Az már izé, vagy kőből van, ez is kőből van. Ez is kőből van, és most már ez is kőből van, tehát most egész kőből van az egész hó belebancott fönt. És fölmegyünk. És ezt is lekövezzük. Oh, mekkora lag volt, de egy ház. Jó. Most azt kell majd megnéznem, hogy megvan még a disznó, itt lelőttem egy disznót valahol. Ja, már felszívódott akkor. Jó. Megnézzük ezt, hogy néz ki így. Hogyha rakok rá egy kis kerítést. Csak így rőzséből. Most megint futhatok le. Keresem a lejárást, itt a lejárás. Jó, most elfutok erre. Elfutok arra, de erre minek futok el? Itt kell leugranom valahol. Adni.
Nem tudom, hogy így néz ki furán, vagy ha fölé teszek még egyet és arra. Á, lehet még egy szintet oda rakok. Az lesz a végső szint. Akkor még egyet fölrakok. Meddig be, mert több napja ég. 2.19, hogy rakunk bele. Addig én az egyetlen tüzem itt lent, itt mi történt, ezt nem esett valami. De úgy nézett ki, mind a Space Engineers-ben egy ilyen fémlap. Mondom, nekem kéne itt lennie, és hát az nem is lehet itt. Tetszik ez a följáró, már én is eltévedek benne. Jó, 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 oké. Itt semmi keresni való, mehetek följebb egy. Ez a lépcsőház is tök jó lett így. Összességében tetszik. Na gyorsan lebontogatjuk ezt a kramancot, ha még lehet. Lehet. Oké. Na most akkor, merevítés kell ide, megint csak. Ide jöhet a talapzat. Ugye bár, mert ott jövünk föl, ez így jó. Erre rakok egy lépcsőt. Így. Jó, jó lesz, jó lesz, jó lesz. Hát itt kell hagynom helyet. A fő, még hát nem is a főjárónak, mert itt most annyira nem kell az, hanem a... Ide rakjuk be, így, meg így. Ide? Vajon miért nem támogatott a dolog? Ja, támogatott, csak onnan nem engedte berakni. Itt mindenképp mennie kell egy útnak majd. Ide ezt le kell rakjam mindenképp. Ide viszont nyugodtan lehet falat emelni. Így. Jó. Ez így jó. Ez így adja magát. Itt, hát itt most nem tudok mit tenni. Ha csak erre nem tudok rakni egy falat. De várjuk csak oda. De ide rakhatok falat végül is. Így, jó. Oké, és akkor itt pedig jönnek a ezek. Gyelesek. Hanyatt itt a nagy igyekezetembe. Ide is mehet ilyen, nem? Vagy de? Mehet szerintem. Na is nézem, hogy ezt nem csináltam-e véletlenül ezen a részen is. Nem csináltam ilyet, pedig ide nyugodtan mehet. Ja, jó. Ez így jó. Sőt, ide is mehet egy ilyen. A Grintana közben ott dolgozik, szerintem ő lehet az. Azt mondja, hogy itt van ez. Oké. Okay. Ide hangok voltak ilyen. Bádok, fazék hangok, azok lehettek a hordóknak a szétütései, azzal tevékenykedett. Ja, ide mindenképp le kell ugranom. Ide mindenképpen rakok egy sor telit. Ezt le is zárom. Oké, ez így tök jó. Innen is lehet tüzelni, meg mindenfélét véghez vinni. Elég messzire lehet innen látni, nem biztos, hogy szükséges lesz még egy extra tornyot építenem. Megkockáztatom, hogy ez elegendő lesz. Mindig megerősítjük ezeket a ajtókereteket, amik itt merevítést fognak majd adni a cuccnak. Jó, és akkor hát erre én most fölrakok egy telit. Mindenképp. Mert hát ezen lesz végül is a tetején az utolsó rész, ahol is a keret lesz. A kilátó, úgymond. És az már csak a torony. Igen.
Itt ezt már nem viszem följebb, itt vége lesz mindennek, igen. Az a terv. Oké, ide jöhetnek a lapok. Remélem ezeket engedi simán lerakni. 21-es stabilitás. Hát az még elmegy, nem? Szerintem az még elmegy. Ide mindenképp kell, meg... Hát ide is. Szó-szó. Nem szakadt le. Ennek örülök. Jó. Jó, hát ez tök jó, hogy ezt így engedte. Ezeket megjavítgatom. Vagy hát megcsinálom. Hogy állok egyébként ilyen téren? Ó, még rengeteg van kőből is, meg mindenből is, meg lent is van. De el tudok menni farmolni, tehát nincs ilyen probléma. Jó. Na és akkor most már tényleg a vége. Azt hittem, hogy kezdek rosszul lenni, de nem. Most jön a kis keret. Ez. Kap egy ilyet, így. És ezt megerősítem fából. Szerintem fából. Na, elegendő. Egyelőre fából, igen. Aztán majd lehet, hogy megfémesítem, mert lehet fémből is végül is. Nagyjából mindegy nekem. Oké. Most akkor oda föl lehessen menni, és körbe lehessen nézni, ahhoz kéne egy feljáró. De a feljáró az nem zavarhatja itt a... Megint megjönnek az árnyékok. Ja. Ez azért van, mert éppen esteledik már sajnos. Nincs szerencsém. Oda nem tudok ilyet rakni, én magam így. Nem. De ide tudok rakni ilyen köveket. Jó, az is kőből van. Oké. Most akkor... Jön egy B-terv, ide is kell raknom tüzet, mert éjszakai építkezés most már bejátszik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, csinálok tizet. Így, mindenhova legyen ilyenem. Először is kell egy kalapács, hogy lássam, hogy hol járunk. Ugye le fog potyogni valahogyan, így. És akkor itt a tete, jó. Akkor ide rakok egyet valahova. Nem tudom, nem látok semmit, kéne a fákja. Oké. Na szóval. Ez itt telibe lesz, hát itt a feljáró lesz. Rakjuk ide egyelőre. Jó, kicsit látni. Valamennyit látok. És akkor ide kéne még egy talapzat. Azt hiszem ezt azért csináltam, hogy itt le tudjam zárni. Jó, engedte most, akkor ezt le is kövezzük. Hiszen följáron van egy elegendő bőven. Jó, és akkor ide már lehet tervezni kijárást a tetőre. És ez teljesen jó lesz oda. De, ez körbe megy elvileg. Tehát ez lenne a jó megoldás. Mert hogy ezen a felén viszont nem csinálhatom így. Jó, akkor itt is lépcsőházunk, oké. Eldőlt a dolog. Egyet ide. Egyet ide. Jó. Kész, ennyi volt. Nem tudom jobban megoldani. Ide még nem tudok. Csak lentről tudok. Ja, úgy látszik, csak innen tudok. Jó. Nem is tudom, hogy ide kell-e ilyen, de kell, igen. Így. Hát ide valahogy máshogy kell a toronyba feljutni mindenképpen. Itt hiába is
próbálkozok erre fele. Nem jó ez így. Azt is lebontjuk. Ez így nem nyert. Sőt, téged is lebontalak. Oké. Oké, akkor viszont csak itt lehet a feljáró ezen a részen. És akkor viszont így nem lehet. Sem lehet. De így meg fura. Akkor ez a fajta módszer, ez jóni. De ezzel meg nem tudok azon a felén fölmenni majd. Viszont úgy... Hát, majd valamit kitalálunk a túloldalára. Jó. Nézzük meg, hogy itt le tudom-e rakni a talapzataimat. Jó lenne, ha sikerülne. Oké, jó. Akkor ez az, megvan. Ez a végleges tetőrész. Kőből, és akkor ide lerakunk egy ilyen cuccot a... Hát nem tudom, ha ide rakom, akkor le tudok slisszolni, hogy nem égek meg le. Úgy néz ki, hogy le. Hát itt elég jók a viszonyok, ahol ellátni egészen a parabolákig. Most a hold az mit csinál? Jön vagy megy? Nagyjából semmit. De lehet, hogy csinál valamit, csak én nem látom. Jó, ez lesz akkor a végleges magassága. Tornyomnak. Most lemegyek, lefutok. Ja, itt nem kéne leugrálnom még. Megint itt botorkál valami állat. Az a baj, túl sokat nem fog látni a házikomból. Ott a ló. Jó. Nem sokat látni belőle, de azért elég jó magas lett. És ott középen pedig tökéletes lesz a kis híd. Ja, ott egy kicsit alacsonyabb lesz. Jó, jó lesz ez, jó lesz ez. Szerintem jó lesz ez. Nem lesz ezzel semmi probléma. Jó, maradhat a fákja, mert nem látni semmit. Oké, hát... Még azért valamit javítgatnom arra fele, tehát most ahogy megyek fölfele, megerősítem azért az oldalát ennek a dolognak, mert itt egy kicsit ráfér. Mondjuk ezen a téren. Hát itt mondjuk nagyjából erről szól a dolog, tehát itt nincs nagy túlgondolás, ezek mehetnek így, ahogy most látszik. Ezeket a részeket meg is tudom csinálni. Itt még, itt már nem, ilyen nem tudom megcsinálni könnyen. Na jó. Azt nem érem el sehogy se, nem csak följebbről, oké. Okay. Jó, viszont... ezt föl kéne fejlesztenem ezt a részt is itt. Ez most akkor zárt teljesen, és lehet így zárt. Mert hogy... Hátul csináltam ablakost egyébként, mindjárt nézzük, itt bepottyanok. Aha, itt csináltam ablakot is, oké. Okay. És följárót, azt hova csináltam, ott nem tudok föl, itt tudok fölmenni, oké. Okay. És akkor itt indul a lépcsőház, ami kivesz egy kis elemet ebből az egészből, de tök jól néz ki, hittem, hogy kellenek lámpások. Gondolom ezen a ponton sem fog segíteni rajtam az, hogy az olaj itt korlátlan, mert ugye az előző szerven korlátlan volt az olaj, tehát a lámpák azok jól működtek. Jó, mondjuk olajból itt sincs hiány, nem tudom, mennyi ideig megy el egy lámpa például,
De végül is ezt lecsekkolhatjuk rövid úton. Hát nem tudom, hogy lesz ez. Hogy lesznek a helységek, de szerintem ilyen hatos helységek azok lesznek. Szinte mindenhol. A körfolyosó nem mindenhol fontos. Ó, és a lövöldözés volt. És ez szerintem csak és kizárólag glintán lehet valahol gépfegyverrel lő medvéket. Medvére vadászik. Jó. Jó lett az. Na csináljuk meg akkor azt a kis peremet. Mert hogy itt ugye kijövök a fő területre. Itt? Nem itt hol. Még egy szinten feljebb ittni. Itt viszont kell egy kis korlát. Hát ezt igen, ezt meg lehet oldani egy ilyennel. Itt pedig lezárjuk. Hoppá, ezt nem lehet. De ám, ezt meg lehet szüntetni, nem is kell, falmosított eszembe. Jó, ezt viszont megerősítjük, mert ez kelleni fog, így van. És... és... Nem tudom, hogy ezzel mit kezdjek, de itt... Hát ide is rakok egy ilyen palás, vagy palánkot, ilyet. Fából. Jó, akkor már ide is rakok. Legyen ilyen körbástya. Szerintem erre lehet enged talán, nem? De engednie kell. Na, hogy rakja így mi? Látom, ott nem égeti talán. Jó. Ez teljesen tök jól néz ki így körbe. Jó, és akkor itt vég mehet megint ez a kis kramancka. Jó. Most mi van egyébként a nappal? Megint ilyen fura. Jaj, nem akartalak téged izében fölfejleszteni. Véletlenül megköveztem. Meg egy helikopter hangot hallottam, most nem hiányozna egy helikopter itt bujkálni előle. Jó. Oké. Na hát akkor nagyjából ennyi a design. Ezen a felé, meg hát ugye ezt kell most így mindenfele elvinni, utána egy kicsit belteret fogok rendezkedni, de elég jól ellátni mindenhova a házikóból, így nem lesz ez olyan rossz. Eléggé nagy lett ez a kis váracskám. Most még lemegyek a legaljára, ez... Nem tudom, mekkorákat enged ugrani, de itt lehet ugrándozni még gazdagon. Jó, hol a lejáró? Egész máshol van a lejáró, itt lesz. Elmegyek a főhelyre. És én még ég a tűz. Ó, 8000 fa. Hát ez itt ég is fog, de örökre égni fog. Na, tehát. Ami kell nekem. Ahhoz kell itt ilyen olaj. Van egy kevés olajam. Meg itt is van egy csomó, na nézzük, ezt is meg kéne oldani. Ha már itt vagyok, maximum 187, szuper. Maradt-e ilyen anyagom? Egy darab, és hogyha minden igaz, akkor kettő van valahol. Vagy nincs kettő, mert nem tudtam lerakni. Na jó, mindegy. Keressük meg a lámpást. Itt a lámpás. 50 fél, tehát mind a kettőből... Olyan mennyiségek vannak, hogy az hihetetlen, tehát 10 darabot most így kérek is kapásból. Craftora. Azt le is tudjuk gyártani, és tök jó lesz. És akkor világítunk vele itt-ott. Rögtön itt egyet el fogok sütni. Hogyha úgy akarja ő is, ez a cucc, vagy lehet, hogy inkább ide belülre rakom ide. Ja, az a tűbe jobban bevált itt a sarkokon. Ó, meg is van, nagyszerű.
Sarkokra vagy ide rakjam? Hova rakjam? Nem egyszerű a feladat. Hát lehet itt a csúcsánál. Megnézzük, hogy fogy-e belőle a craft. Mégis 5 olaj van benne, úgyis most már lassan végzek ezzel az epizóddal. De jó lenne, ha nem fogyna. Ezt most nem tudom sajnos, hogy ez hogy működik. A minden esetre rárakok ide a sarkokra egyet-egyet. Aztán be is üzemelem őket, mert miért is ne. Téged is kikapcsollak szerintem. Ide leraklak egyet, és már gyújtom is be. Ennek elég jó fényt csinálnak. És ez tök jó lenne, ha ez így nem fogyasztana. Hát egyelőre nem fogyaszt semmit. Vagy lejövök egy kicsit később. Ja, most azt kéne kitalálni, hogy hogyan legyenek az ajtók. Mert innen most be lehet menni két helyen is erre a területre. Ez teljesen jó. Az is kérdéses, hogy szükséges, hogy itt körbe lehessen futni az egész kramancod, vagy nem szükséges. Hát ezen a szinten még igen, itt meg szükséges, de a következőn már nem biztos, mert ott egy lépcsőházzá alakul az egész. Ja, itt kezdődik ez a dolog, tehát itt már lezárható lenne a hátsó taktus nyugodtan. Nyugodtan lezárhatnám. Ja. Viszont azt megtehetem, hogy az egészet leburkolom már, mert igazából nem indokolt, hogy nyitva legyen a tető egyik szinten sem, mert meg van oldva a főjárás. Hát, hogyha engedi a struktúra, és engedi, akkor én ezt befedem, oké. Ezt le is kövezem szerintem, hogy ezzel sem menjen az idő. Most egy kicsit még akkor ráhúzok, ezeket megcsinálom, meg esetleg még egy szintet megpróbálok így megoldani. A fix falakat azokat földobálom, amik biztosak. Hátrafele csinálok egy olyasmi teraszt, mint itt van. Mert ez olyan jó pofa. Ja. Ezt ugyanúgy megcsinálom ezen a részen is, szerintem ezt még össze tudom hozni. Ja. Az itt jól néz ki. Egyrészt meg lehet majd világítani vele a holmikat, úgyhogy az mindenképpen praktikus. Itt viszont lezárjuk, mert itt minek. Ide ablakot lehet rakni, vagy az furán néz ki, nem is rakunk ablakot. Viszont ez a lépcső, ez annyira jól néz ki, hogy ezt le is lehetne rácsozni akár. És akkor be lehetne látni ebbe a részbe. Ja, ezzel még gondolkodok, ott lehet egy kis dizájnt belevinni. Jó, ide meg mehet a teli, és ezt is leszurkoljuk ilyen anyaggal. Most már lassan megkezdem a 30. percet, na mindegy, itt a kőfalat azt lerakjuk, azt mondja, hogy ez itt biztos. Ezek 100%-os dolgok, tehát itt nincs kérdés. Hátul egy kicsit kérdésesebb már a dolog. És akkor megcsináljam ezt a fajta dizájnt, vagy hogy is volt? Ja, nem, itt nem tudom megcsinálni. Mert hogy a háromszöggel, ja, két háromszöggel meg lehet csinálni. Aha. Jó. Jó, legyen. 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 Itt is legyen ilyen kis dizájnos. Ez a rész. Ez egy kicsit másképp néz ki, mint az előző oldali dolog. De miért ne vinnénk bele egy kis különlegességet ebbe az oldalba is. Ide is rakok ilyen falakat, így. Nagyszerű. Nagyszerű, nagyszerű. Kezdjük a megerősítést fából, szintén.
Ezzel is földobja egy kicsit, hogy nem kőből van minden. Oké. Jó, jó, jó. Akkor mehetnek a nagy falak, meg az ilyen ajtók. Ide például egy ajtó kell. Meg ide is. Na, mekkora lag volt? Egy ház. Jó, sikerült, oda viszont teli. Teli fal, és a teli fal az mehet egyen még följebb, így is. Így van. Ez itt ablakos szint egyébként? Vagy ez nem ablakos? Nem, 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 ez teli szint. Elnézést. Jó, mikor jön az ablak? Még egy szint ilyenből van, és utána jön az ablak. Csak. Ja, így, így. Jó, de még nem tudok rakni semmit. Most az a kérdés, hol legyen az ajtó? Hát... hát én inkább erre szavazok. Mindenképp. Így, és akkor itt is megcsináljuk ezt a falazást. Jó, ezt szerintem körbeért szépen, ott is. Az ajtó fölött sikerült megcsinálni, de nem, nem sikerült. Jó, az elejét még akkor befejezem, mert itt is vannak restanciáim. Itt hogy is van? Itt ezt le kell az egészet burkolnom kővel. Ja, itt kövezés van. Jó van, aztán lassan leállítjuk, mert már kezdünk el durvulni időben. Jó, és akkor ott a lejáró, az rendben van. És ez pedig telibe van. Oké. Kocka, és utána még csak a teli. Vagy az a rész, ami meg másfajta. Design. Jó, ezt itt szintén lefalazzuk, ahogy a szomszédban is van. Így van, ez itt le van falazva. Hát oké, nagyjából ennyi. Ezt egy kicsit meg is erősítem, mert itt egy kicsit ráfér erre a részre. Az erősítés. Glintana vadászgat itt a környéken ismét, hallom. Jó, így már ez elég erős, így már nem szakad le talán alattam, úgyhogy akkor innen a beludvarból búcsúzom el. Hát itt ez a rész egész jó kezd kinézni egyébként. Ez a belső rész, majd ott még lehet, hogy barkácsolom kell kicsit, de azt úgy gondolom, hogy lehet, hogy ott, ha itt nagyobb belső csarnokba gondolkodok, már pedig miért ne tenném, akkor lehet, hogy ott hagyok ilyen fémrácsos dolgokat is, az jól néz ki, hogy így lelátni ide a belső részbe, a várba. Úgyhogy azt még meghagyom, ott meghibázzik valami, oda fölfutok a következő szintre. Itt egy lyuk a falon, ja. Miért van itt lyuk a falon? Ide be kell ezt betonozni. Így, és ezt be is tudjuk így gyorsan hirtelen kövezni, mert itt elérjük könnyedén. Jó, akkor még annyit tekteszek, hogy lefutok, megnézem, hogy fogyott-e abból az ötösből valami is. Tudjátok, az olajból. Ez egy nagyon érdekes teszt. Még világít. Nem fogyott, nagyszerű. Ez akkor az epizódnak a jó híre. Lehet, hogy aztán megkérdeztem volna a Gintanáéktól, akkor ők is mondták volna, hogy mi a helyzet, de úgy néz ki, hogy itt se fogy az olaj, vagy lehet, hogy ez egy olyan PVE sajátosság, hogy a világításra nem kell így módon költeni, úgyhogy akkor teljesen ki fogom világítani az egész házat a következő epizód. Most viszont azt a 8000 fát itt bent megmentjük, ami égi csél, mert miért hagynánk itt veszendőbe, amikor jól jöhet, hát nem tudom, mit tegyek, ide lerakok majd egy... Az ajtóba rakjam, vagy hova rakjalak tégedet, te lámpa. Ide már úgyse rakunk semmit. Itt, hogy van a kiára? Így, ide nyugodtan lehet rakni egyet, ja. Valami kis fényt ad ez is, jó. Oké. Egyet meg ide az ajtóba is rakunk így. Itt ki lehet menni, ugye? Attól még. Jó, oké, király.
Jó, hát ez a kettő az ad annyi fényt, hogy itt lehet dolgozgatni bent az alsó szinten. Jó, akkor én most innen ebből a szép látványból így elbúcsúzok, és akkor jövök vissza hamarosan a következő epizóddal. Ha tetszett a váram, amit építek, akkor lájkoljátok, és most már tényleg a végső stádiumában van, most csak föl kell húznom a szimetria dolgokat, tehát mindenhol ugyanúgy meg kell csinálni, tehát egy részben azt már le fogom koppogatni, és utána akkor a belterén egy kicsit majd csinosítgatunk, hogy otthonosabb legyen, egy-két ilyen fontosabb dolgot, mint javítópad, meg raktárszoba, meg ilyesmiket megcsinálgatok még. De ott lesznek ilyen nagyobb terek, tehát nem fogom megcsinálni szintenként ilyen kis szobácskákra, mert felesleges akkor ez a ház, hogy nyugodtan lehet ott barkácsolni, meg majd egy kültéri égetőt is gyártani fogok szerintem, hogy a szomszédba is legyen helyen, meg hátul ugye ott lehet a veteményes is még, úgyhogy még vannak miket lehet bepótolni, meg hát ugye nagy falat is lehet köré húzni, mert miért is ne egy vár végül is, úgyhogy az is még dukálhat hozzá. Ja, oké, köszönöm a figyelmet még egyszer, és akkor jövök hamarosan vissza újabb Rust epizódokkal. Sziasztok! Milyen hangulatos lett a lámpákkal.